We all send you to meet. Amikor ezt elkezdtük, hát nem volt nagyon friss telefonszámla, vezetékes telefonszámla, de azon kívül minden. És akkor kijelentették, hogy akkor nem tudják a kölcsönt nekem bankszámla átutalással folyósítani, hanem csak csekkbe fizetésen, de nem csináltunk semmit. Csak másnap, amikor magammal vittem az esedék és a legutolsó telefonszámlát, akkor megtörtént minden, majd kaptam nem sokkal később három csekket, egyet az esedékes havi befizetésről, egyet 500 forintról, egyet pedig kitöltetlenül. Az 5000 forintról, az 5000 forintról nem fizettem ki, és a kitöltetlen csekket sem, hát összeg nem volt rajta, majd később visszaküldtem. Na most holnapig futkostam magyarázatért, hogy valaki ugyan nyújtson már tájékoztatást, hogy mit akar ez a három csepp. Majd később közöltjük velem, hogy fizessek 3000 forint fogdíjat, ilyen meg olyan címen, mert akkor bírósághoz fordulnak meg a hasznosolók. Én meg ezt az összeget befizettem. Fél év telt el, amikor valaki világosan elmondta, hogy az egyik a befizetés, a másik kettő pedig a esedékes 10%-os önrész. A 10%-os önrész fogalma ismeretes előttem is az akceptálható is volt, de nem tudtam, hogy mi az, akkor nem ejtett róla szót senki. És azért az 5000 forint, mert állítólag csak annyit lehetett befizetni egy csekre, a többi meg mikorra lesz meg, tehát ez a fél év telt el, amikorra megtudtam, most már körülbelül rendben van minden, ám én úgy döntöttem, hogy ezt az összeget mégsem fizetem be, ha nálunk van, mert az utolsó részletet ennek díjával vagyok hajlandó nekik befizetni. Tehát a 4259 forint helyett ennek az összegnek a csökkentése van, akkor indítsanak ellenem eljárást. Nagyon jó, gratulálok! A gyurasi kiáll az igazáért, mert 5000-re sem hagyjuk magunkat becsapni. Az úrnak egy tapsot! Igen! Igen! Köszönjük! Köszönjük!